keresztény szellemiségű gyermekeknek szóló papíron megjelenő kiadvánnyal álltok elő, mert itt ugyebár minden szegmens problémás. Tehát a keresztény szellemiség sem feltétlenül az üzleti sikerzáloga, a gyermekeknek szóló, az még talán lehet az üzleti sikerzáloga, jó, ezből visszavonom, de hogy papíron megjelenő kiadvány, ez meg aztán a mai világban végképp legalábbis bátor vállalkozásnak tűnik. Másfél éve gondolkozunk, hogy milyen módon lehet megszólítani a mai gyerekeket, mi legyen az egésznek a struktúrája, gondolatköre, és ebben egy nagy lökés volt az is, hogy ugye elindult ez a gondolkozás, hogy nagy az erkölcsi válság, szeptembertől erkölcs tant kell tanítani. Mi is csináltunk egy etika tankönyvet, de arra gondoltunk, hogy nem tankönyvízűen, hanem élményszerűen a gyerekeknek olyat adni a kezébe, amit ők választanak, hogy elolvassák, vagy nem olvassák el azt a cikket, és nem olyan, mint egy kötelező olvasmány, hanem az ő érdeklődésük szerint épül fel. És így indult végül is a magazin gondolata. Mónikát megkerestük főszerkesztőnek, sokakat bevonva a szerkesztőbizottságba. Tényleg ez egy felekezetközi magazin. Nagyon jó dizájnnal örülök, hogy itt van a grafikusunk, Cakorita is, és úgy érzem, hogy egy olyan magazin sikerült az asztalra letenni, aminek az első száma ingyenesen került szétosztásra, ami jó reményeket kelt a olvasóban, meg bennünk is. Azért kell ilyen magazint a kicsi gyerekeknek adni, mert a hit maga egy nyelv, és hogyha ilyen nyelven beszélnek hozzánk, akkor mi megtanuljuk lassan ezt a nyelvet. Maga a kereszténység, mint hit, az egy olyan nyelv, amely bizonyos értelemben mitikus, abban az értelemben mitikus, hogy a zárt világ részben, másrészt pedig előkészíti a későbbi ismeretek felépítését. Hát én úgy gondolom, hogy ha ezt a feladatot el fogja tudni látni ez a füzet, ez a cikk-cakk, akkor az tényleg hiánypótló lesz. Mondjuk ha betűket számolnánk, akkor ez a úgynevezett digitális benszülött korosztály többet olvas, mint bármelyik előző korosztály. Mást tekintenek szövegnek. Nincs igényük feltétlenül egy szöveg lezártságára. Nem feltétlenül lineárisan olvasnak. Jobban skimmingelnek például, tehát ők viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű szöveget átfutnak, zárjában bejegyzem meg, aztán sokkal kevésbé tudják elraktározni, megrendszerezni, de hogy más típusú, más jellegű a szövegvilág, amelyben tájékozódnak, és másképp is. Én nem tudtam, hogy a cikk-cakk kicsit erre is utal, erre a cikk-cakkra, de valóban nagyon jellemző ez erre a generációra, hogy a szem mozgásával is, amikor szövegben kutakodik, akkor egy sokkal intenzívebb mozgás van. A keresztény családban felnövekvő gyermekek nem mások, mint a másmilyen családban felnövő gyerekek. Ugyanazok a témák érdeklik őket. Amiben mégis mások, az, hogy van mögöttük egy keresztény értékrend, egy biblikus értékrend, amit a családok követnek. Nem egy fölülről lefele prédikáló folyamatról van szó, hanem a kommunikációs csatorna egy-egyben működik. Tehát szeretnénk a gyerekeket így egy-egyben nem csak megszólítani, hanem be is vonni a labba, akár a szerkesztésbe, illetve valóban olyan élményeket adni a cikkeken keresztül, ami a gyerekeket aztán későbbiekben is információs szerzése, tovább gondolása, és akár egy saját értékrend kialakítására is késztetheti. Nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat. Az élményszerűség megszerzésében is nagyon fontos a nyelv, hogy milyen nyelven szólítjuk meg a gyerekeket. Semmiképpen sem szabad egy ilyen iskolai vagy kánaáni nyelven megszólalni, de nagyon kell ügyelnünk arra, hogy ne szlengesítsük el azt a nyelvet, amin a gyerekeket megszólítjuk. Egy nagyon tudatos, úgymond olvasóvá nevelés folyik a lap hasábjain keresztül. Megtalálhatjuk azokat a rövid, nagyon informatív, tényleg szinte csak az információkat közlő cikkeket, illetve kisegységeket, amit úgymond egy rosszul olvasó gyerek is szívesen és örömmel elolvas, ahogy Kornél mondta, hogy azonnal sikerélménye van. Viszont találunk olyan cikkeket is, amik valóban hosszabb terjedelműek, esetleg kicsit nehezebbek, hogy azok a gyerekek is örömmel forgathassák a lapot, akik szeretnek és tudnak is olvasni. Itt a 6. oldalon van egy ilyen, hogy irány a mars. Fellapoztam, elolvastam, és már a 5. sortól azt vártam, hogy mikor lesz a cikknek az a vége, hogy akkor most kreáció, vagy evolúció, kreacionizmus, és nem volt benne. És ez nagyon jó érzés volt. És úgy voltam vele, hogy akkor ez bizonyos mértékben önállóságot jelent, a gyerek elolvassa, meg tudja, mi az, hogy mars, egy ilyen szellemiségű
lapon belül is lehet konkrétan, exaktul kezelni ezt a kérdést, hogy a Marsnak holdjai vannak, meg hogy lehet oda menni, meg milyen színű, meg ilyenek, és utána le van zárva. Tehát rá van bízva, hogy utána tegye össze. És ahogy itt lapoztam, később sem lesznek kozmológiai kérdések. De csak arról sincs, hogy egy kicsit késleltetve mondjuk meg, vagy mondják meg a szerkesztők, hogy hogy is kell gondolkodni erről. Viszont, amiről beszéltünk az előbb, hogy több szempont, több nyelv járásból végül a gyerek talál valamikor saját maga is felépített egy olyat, amit aztán sajátjaként tud majd használni.